Évtizedes hagyomány Németkéren a Schwab Bál, melyet minden alkalommal számos program színesít. A németkéri német nemzetiségi önkormányzatnak ez az évindító rendezvénye. Feléptek a németkéri nótások, akik a helyi férfi, hát a helyben helyi férfiakból verbúválódtak, és a céljuk az, hogy a helyi régi nótákat megőrizzék az utókor számára, saját szórakoztatásukra, és nyilván néha a közösség elé is lépnek vele. Alakult egy új zenekar, akik németkérhez, tehát németkér nevét vették fel, tehát azért lett Queer Crime a nevük, tehát ami igazából németkéri kört jelent, mert nagyon tetszettek nekik a németkéri nóták, amit a németkéri kórusok énekelnek, és tehát az ő tiszteletükre választották ezt a nevet. Ezen kívül a tánccsoportunk, a falu nemzetiségi tánccsoportja lépett a színpadra, akiket mindig nagy szeretettel fogadnak a németkériek. ...1995-ben alakult a németkéri nemzetiségi tánccsoport, melynek átlag életkora 25 év, hisz az ifjúsági csoportjuk kinőtte magát és beintegrálódott a felnőtt tánccsoportba. Számtalan arany minősítéssel, fesztiváldíjakkal és nívódíjjal is rendelkeznek. 2022-es naptáruk már tele van, nívós rendezvényeken lépnek fel országszerte. Idén nyáron a Kongresszusi Központban a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata gáláján ők képviselik Tolna megyét egy 15 perces műsorral, melyet a paksi Roger Schilling zenekar kísér. 2020-ban voltunk 25 évesek, sajnos nem tudtuk a kialakult járványhelyzet miatt a jubileumi ünnepségünket megrendezni, de hát bízunk benne, hogy majd hamarosan a 30-at azt majd egy méltó keretek között tudjuk megünnepelni egy nagy fesztivál keretében. Jelenleg közel 30 fővel működünk, hetente egyszer tartunk általában próbákat. Tavalyi évben nem volt németkéri svábbál, így most annál nagyobb örömmel jöttünk. Egy közel 25 perces műsorral készültünk, nyilván több koreográfiából tevődik össze ez a 25 perc. Táncoltunk egy tolnai és baranyai tánclépésekből álló koreográfiát. Előadtunk kettő budakörnyéki táncoltunk egy sokak által ismert koreográfiát, ami egy régi munkafolyamatot elevenít meg természetesen a tánc nyelvén. Ez az úgynevezett Molnár tánc. És táncoltunk még egy németkére most először előadott koreográfiát, amit nem olyan régen tanultunk be. Ez az úgynevezett Jugend Frisch Polka. A németkériek mindig szerettek énekelni, ma is három kórusuk aktívan működik. A komoly darabokat előadó Blazsek Frigyes női vegyeskar, a német nemzetiségi kórus és a nyugdíjasok kórusa, akik gyermekkorukban hallott dalokat gyűjtik össze, mely szájhagyomány útján megy tovább. A mi kórusunk a nyugdíjas kórusnak a férfi tagjaiból alakult. Ezelőtt 5 éve gondoltuk azt, hogy elő kéne szedni a régi énekeket, amit a régi emberektől tanultunk, szüleinktől, barátainktól, és ezelőtt 5 éve összeálltunk, aztán ez most a vírus helyzettel sajnos megszakadt egy picit, de hála jó Istennek jött egy aktív harmonikás közénk, a Laca Feri, és 2 éve kicsit fölelevenedett ez az egész, és előszedjük a régi énekeket, és egyrészt, hogy magunk is fölevenítsük, és hogy a fiataloknak átadjuk. Nem titkolt célunk, hogy a fiatalokat is bevonjuk, és most már van is egy pár fiatal tagunk,
a kitelepített németkériek emlékére énekeltünk egy olyan éneket, amit egy szétszakított párnak a férfi tagja a kitelepítés előtt elénekelt itt a kocsmában németkéren. Ezzel indítottuk, aztán egy pohárköszöntő volt, aztán Nach meiner Heimat, búcsúzóugla, a Herger Pali bácsira emlékeztünk egy dallal, úgyhogy a nagybányoki híres harmonikás volt, és őre emlékeztünk a mai programban. Igen, picit egy svábossal tettük a dolgot. Nekünk ez nem esik nemezünkre, mert többségünk beszél németül, énekelünk németül, magyarul. Dirndl ruha szépségversenyt is tartottak, tucatnyian neveztek a bemutatóra. Ők számot tűztek ki a ruhájukra, melyekre lehetett egész este szavazni. 2020-ban, ami az utolsó svábálunk volt, hagyományteremtő szándékkal indítottunk egy versenyt, ahol a dirndl ruhába öltözött hölgyek megmérethették magukat, vagyis hát igazából a ruháikat, és akkor közülük lehetett választani, hogy kinek a legszebb a ruhája. Az első három helyezettet díjazzuk, így van ez ebben az évben is. Azok a hölgyek, akik vállalják, hogy megmérettetik a ruhájukat, ők kapnak egy számmal jelzett kitűzőt, és ez alapján lehet voksolni. A legtöbb szavazatot a 15-ös számú ruha kapta, melyet Kunglünő Klettlinger Mónika viselt. A második helyezett a 12-es számú ruha volt, melyet Jacqueline Dörfler öltött magára, míg a harmadik legszebb ruhának Schönhardt Rita 3-as számot viselő öltözetét választották. A németkéri Schwab-bálban hajnalig tartott a mulatozás.